Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket. Emelt létszámmal leszünk, még úgyis a Csintalan Sanyi nincs itt. Itt van viszont a Dévényi István. Üdvözletem. Aki megfogadta, hogy ma nem fog beszélni. És már is elcseszte. És már is elrontotta. Reichert János. Hogy Isten. Konok Péter. Jó. Balogh Gábor. Sziasztok. Szerető Szabolcs. Jó napot, jó estét. Itt az első pontban nekem az elsimomban fölírva, de megleplek benneteket, mert nagyon erős napja volt ma Gulyás Gergelynek a kormányinfom. Nagyon sok okos dolgot mondott. Itt van például az első. Az Origó kérdezhetett tőle természetesen meglepő módon, hogy mit szól a miniszter Alex Soros ukrajnai látogatásához, és erre Gulyás Gergely következő mondta, pontosan tudjuk, hogy a háború legnagyobb támogatója ma a Soros család. Szerinte értető, hogy Ukrajnát segíteni kell sosem, a migráció és a terrorizmus kapcsolatáról, az embercsempészettel való összefüggéséről azt kérdezte az Origó, Brüsszelben vajon látják-e a problémát? Gulyás szerint Brüsszel döntésképtelen, ezért tagállami döntésekkel kell megvédeni az Európa határait. A következőket nem értem. Tehát tagállami döntése a 300 ember cserbész szabadon engedése, amivel védekeznek a migráció ellen. Hát ez egy tagállami döntés. Az egy tagállami döntés, igen. És még a másik kérdésem, hogy hol van a logika abban, hogy a Soros család kit támogat akkor? Putyint? Mert hogy ugye az oroszok indították a háborút. Na, az nem úgy van. Hogy na, le, most én, nincs tévém, de időnként ilyen mozgóképes élményre vágyom, és akkor online nézek úgymond televíziót, és élőben sok mindent lehet, hogyha csak úgy simán felmész a netre. Az M1-et például igen, úgyhogy én tegnap pont az M1-el voltam így el kettesben egy darabig. De és nehéz napjaid van. Ez nehéz nap, hogy földnevű bolygón. És hogy ez egy kiemelt anyag volt a M1 híradójában, miszerint az Origó kiderítette, hogy Soros elment Ukrajnába eligazítani az embereit, az ukránokat. És erről szólt 10 percen keresztül az anyag, hogy a Soros család a legnagyobb anyagi nyertese az orosz-ukrán háborúnak, ezért nem is lesz vége, mert ők ha azért szénné akarják keresni magukat, és azért ment oda az ifjabb Soros, hogy eligazítsa az ukrán hűbéreseit. Tehát, hogy ugyan védjétek magatokat, ugye, hogy tartson a háborúban. Igen. Tehát az Origó elment a kormányinfóra, majd megkérdezte a saját fasságát, bazd. Nagyjából el. Bocsánat. Csak ez úgy kérdezik, jó van, elnézést, az azért. Az a szék az ilyen, az a szék. Érzem. De nem tudom, szerintem túl szigorú, hogy az Origó volt, tehát ők csak írtak egy publicisztikát, és aztán megkérdezték, hogy igaz-e. Tehát így addig, amíg erre nincs fentről egy hitelesítés, addig nincs rajta a hivatalosság pecsétje, addig ez csak egy publicisztika. Nem a hitelesítésért, hanem maga az anyag, de... Fordítva általánosan, szerintem a Origó leleplezte azt a tényt, hogy Soros a legnagyobb támogató, nehogy Putyin a legnagyobb támogatója Sorosnak, hiszen ha Soros keres ezen a háborúban a legtöbbet, akkor a Putyin a beszállító. Tehát akkor Putyin Sorosnak a legfőbb segítője. Putyin legfőbb segítője meg Orbán Viktor, tehát Orbán Viktor Soros nagy-nagy segítője. Tehát csak akkor visszatértünk a kezdetekhez, ha mindent kívánt hozni. Az az igazság, hogy ez a régi módszer, tehát van a dolognak igazság maga. Az igazság maga valószínűleg nem az, fogalmas is, nem látok bele a Soros cégek és Soros érdekeltségek aktáiba, de az igazság azért valami. Na jó, hát tudjuk mi van bent, mert oda szív az Origó. De hogy az igazság maga tényleg az, hogy azért ezt az egész háborút, mint ahogy egyébként minden háborút, különféle olyan érdekszövetségek indítják, hajtják, tartják működésben az ember darálót, akik ebből profitálnak. Ezek lehetnek államok, lehetnek cégek. Tulajdonképpen, ha átfogóan akarjuk mondani, akkor a kapitalizmus és a kapitalisták nyernek ebből, és azok, akik meg az áldozatai, azok meg nem nyernek belőle. Na de ugye erre a valóságra, ami egy annyira alapvető valóság, hogy tényleg ilyen közszeges, erre ráhúzzák ugye vagy a zsidókat, vagy a Sorost, vagy valamit, tehát
arcot kell adni az ellenségnek, és az arc az ott nálunk, és nem csak nálunk, ugye a Netanyahuéknál, Szerbiával, Putyinéknál, ez bizony Soros György, illetve hát akkor most már ez így átment családilag, meg lett örökölve még, ugye hát, mint a gyaloggalomba, hogy egyszer minden tiéd lesz, mondta az öreg Soros a gyerekének, nem a függöny, hanem az ovódium. Tehát, hogy így azokra az érzésekre játszanak, hogy mindenki látja, hogy a háború nem jó dolog, mert hát ugye szerintem nagyon kevesen mondják azt, hogy a háború önmagában tök jó, érdekes, fontos, előre viszi az emberiséget, és mindenki keresi ugye a megfelelő bűnbakot, őt meg szolgáltatnak, így megy ez az egész történet. Na, de bűnbakokat szolgáltatnak létező jelenségekre. Mondhatnám, hogy ez a régi... Nem csak igen, ez a régi propagandakártya, tehát így több ezer éves, aztán a 20. században meg láttuk, hogy hova vezetnek az ilyen propagandát. Azért csak filozófiailag megjegyezném, hogy ha eszmefuttatásod érvényes, akkor a kapitalizmus előtt nem is volt háború. Mert hogyha a kapitalizmus a háborúk oka, akkor nyilván korábban nem volt. Ez logikailag azért nem döcög, akkor még nem a kapitalizmus volt. Azt akartam mondani, persze, hát én sem gondoltam, hogy most bicskát nyitunk emiatt, de én azért a figyelmetekbe ajánlanám a Bibó István főművét. Végében megtámadott. A Bibó Istvánnak a főművében az Európai Társadalmi Fejlődés értelméről elmondott eszélyében van ugye az az emlékeztető, hogy egy fiatal katonatiszt megkérdezte volt két a nagyobb porosz tábornokot, hogy mit olvasson, hogy jó katonatiszt legyen, és azt mondta neki, hogy kizárólag ógörög szerzőket, mert nekik még volt érzékük ahhoz, hogy az egyes jelenségeket a valódi okaikra vezessék vissza. Ez egy nagyon nehéz feladat. Azért ez bravúr, tehát az Origótól eljutni Bibó Istvánig, ez egy hatalmas. De amit az István, amin kiakadt, az azért vicces, mert igazából tehát ez semmi ahhoz képest, hogy én olyat is olvastam már valamelyik kormánypárti sajtótermékben, és hát nem elfelejtettem, melyikben, de azt hiszem, hogy nagyjából mindegy is, ami nem csak azt mondja, hogy tehát az, hogy oké, az ukrán háború mögött Soros győben, ez végül is hát oké, hát ezt már várja az ember, hogy ilyen elhangozzék. No, de a tudod, hogy a Hamas mögött is ő van, azt, én ilyet is olvastam már. Na hát azért, tehát hogy az a mészárlás az ott volt, az tulajdonképpen így áttételesen, így meg úgy meg amúgy az is Soros Györgynek a műve. Tehát ezek megjelentek már így. Már a Hamas támogatja a Soros? Hát a palesztinokat, de hát aki a palesztinokat valamilyen szinten bárhogyan is támogatja, az tulajdonképpen akkor a Hamaszt is támogatja, és akkor onnantól kezdve már tényleg már csak egy-két-három logikai ugrás, és ott vagyunk, hogy... Beküldték a szállát, és hát, ezt a befolyt. Hát ki más csinálta volna azt a borzalmat, mint Soros. Nagyon azt hiszem, Soros, hogy egyben akkor a Netanyahut is támogatja, hiszen a Netanyahu eléggé sokban támogatta a Hamaszt. De a Kabaré című film... Mindenki szerint támogatta, ez a legegyszerűbb. Emlékeztek a Kabaréban, amikor a pornoregény szerző kifejti ugye az angol fő szereplőnek, ugye, hogy van egy nemzetközi szervezet, amelyikben a zsidók, gyárosok, meg a kommunisták együtt működnek a világ tönkretételén, ugye? Erre feleli a Michael York alakított a színész, igen, és van egy másik szervezet, a Nemzetközi Lóalkatrész Szövetség, amelyben meg maga. Na jó, hát ennyi logikus lépést el se tudtam képzelni. Még lennének kérdéseim, de hát... Nem engedi a Soros. Nem engedi, igen, a Soros. Miért menjünk be? Lehet csinálni a társas játékot, hogy ki tud kevesebb lépésben eljutni bármilyen eseménytől a Soros. Hát ezt már rég megnyertem. Jó, mert én azt mondom, hogy még ez egy B-vel a Soros-es címlap, és a világos lenne. Nem szoktuk hozzá ahhoz, hogy a fideszesek egymásnak essenek, vagy legalábbis nem ennyire nyilvánosan, mint ahogy Simon László távozott. Hát most a Soros bejutatta a kiállítást a Nemzeti Múzeumban. Igen. Még Orbán Balázs is kijátszott egy. És aztán nagyon veszélyes. A Gyuródórának, hogy buktassa meg az első mondta, akit a Soros rakott oda. Így. Tehát Guró Dóra is Soros ember, lehet, hogy meg tudja magáról, de is tudja. Ez is, jól lehet. Oké, jó, menjünk tovább. Meg vagyunk 20 perc. Bocsánat, szerintem nem, tehát a kérdés most kiigazítanám, ami elég csúnya dolog. Tehát itt nem egymással vitat, egymásnak estek a fideszesek. A Simon Lászlót azt úgy kirúgták a Nemzeti Múzeumból, hogy repült egy, nem tudom, több univerzumot, megsállt ide Lezsák Sándor parlamenti dolgozó szobájáig, ahol ilyen vigasztaló beszélgetés volt. De egyébként én nem nagyon akarom bántani Simon Lászlót, meg ugye van személy
személyes ismertség is meg egyébek, tehát hogy ő azért tényleg egy kultúrember, ezt tudjuk. És az ő, nyilván a kérdés talán irányult, hogy miért is történt mindez. Nem azért... Ő folyik így gyöngyösen, ezt akartam kérdezni. Hát nem, hát ő, nem az volt a baj, hogy ő önmagában, hogy oda posztolt Dúró Dórának, és akkor ott így gúnyolódott rajta, hogy na akkor milyen nagy hírverés csapott itt ennek a kiállításnak a gyerekeknek. Nem, hát hogy ezzel nem Dúró Dórát gúnyolta ki, hanem ezt az egész törvényt, ezt a Fidesz, és ez a miniszterelnök politika, az Orbáni politika szíve közepét támadta meg Simon László, ezt ő nem tudta, vagy nem fogta föl, és ezt meg kellett torolni. Nem gondolt bele, igen, ez a pontos kifejezés, mert ezzel azt jelezte, hogy egyrészt teljesen értelmetlen ez a törvény, betartalatlan ez a törvény, és egyébként még így vidámon ki is lehet játszani. Az egy más kérdés, hogy ő ezt megszavazta, ezt a törvényt, tehát hogy amit nem lehet ebben a rendszerben megcsinálni, azt ő megcsinálta, hogy így, hogy ilyen kicsit ilyen jó fejkedve egy kikacsintott, nem mindenkinek, hogy tudjuk mi ez, persze, tudjuk. Annyit, de teljesen egyetértek, csak két dolgot szűrtem még le magamnak. Az egyik, ugye, hogy eljutott a rezsim, tehát ez a rezsim eljutott arra a pontra, mondjuk, mint a Rákosi rendszer, a rövid fennállásának mindig van, hogy nem bírja elviselni, ha nevetnek rajta. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, tehát azért a Kádár, hogy mondjam, elment vadászni a Hofival. Tehát nem zavarta az a tény, hogy ő kabaré célpont, olyan nagyon nem volt célpont azért a Kádár. Na jó, nekem a rádió kabaréban volt illetékes elvtárs a 80-as években. Ezt ma a mai magyar rádióban, hogy a rádió kabaréban egy mai illetékes Fidesz elvtárs beállítsanak, ezt nyilván mindannyian tudjuk, hogy ez az irrealizitások világába tartozik. A másik, hogy azért érdekes ez a dolog, hogy pont Elsimon László esett áldozatul ennek, mert Elsimon László véletlenül egy minősíthető költő. Tehát ő egy létező művészi aktor. Tehát ő írt verseket, amiket a magyar irodalomban számon lehet tartani. Nem mondta, hogy a Dúródóráik egyébként folyamatosan az óra alá dörgölnek, és már Novák előd is volt. Azt a három sort. Igen, valami obszcén vers. Igen, csak hát... Jó, az Elsimon nem ért jó verseket, minden... annak idején... Hogy mondjam, ez nem védte volna meg a kihullás alól. Pont az van, hogy részben az van egyébként, igen, szerintem ez félreértette a szerepét. Pontosabban kétféle szerepet játszott ő, ugye már a Nemzeti Múzeum megszerzése körül is volt kétféle nyilatkozat, az egyik, hogy hát őket nem fogják kézivezérelni, őket nem lehet majd csak leváltani, igazából neki nem kell felhívni az illetékes elvtársakat, hogy mi az ő véleménye. A másik, amit, ha jól emlékszem, a pályázati anyagok, pályázattal kaptam az állás, pályázati anyagban. Úgyis erős. Csák Máté nagyon erős pályázatokban, igen, lehet az a Csák Máté fölött is ott a király. A pályázati anyagban pedig azt írta, hogy hát tulajdonképpen a múzeum feladata, nem szó szerint idézem, az, hogy valamilyen módon anyagot szolgáltasson a kormányzati emlékezet és kultúrpolitikának. Mind a kettőt Elsimon László állította, ez a két szerep, ez tulajdonképpen kizárja egymást. És az a két szerep nála itt, hogy mondjam, összeütközésbe került, és abban teljesen igazatok van, hogy ő valahol még a fideszes értelmiségnek valami féle korábbi verzióját képviselt, hogy a Prőlének láttuk hasonló bukását, és őt a Demeter Szilárd követte a Petőfi Múzeum élén. Én kíváncsi vagyok egyébként, Elsimont ki fogja követni Takaru Mihály-e, vagy valami hasonló szintű ember a Nemzeti Múzeum élén. Tehát ezeket a régi, ahogy a bolsevikok annak idején a régi pártagokat eltüntették, mert túl sokat tudtak, túlzottan, komolyan vettek egyébként dolgokat. Nem hiszem, hogy az Elsimon egyébként a csodálhegő baracmagon kívül, amit annak idén állult, bármit komolyan venne, de legalábbis úgy tűnik, hogy valamilyen étoszt testesített meg. Ezeket le kell írni, és jönnek a teljesen egyformára szabott új undokat, akikre úgy akadják rá a design makerek, a vonásokat, mint hogy a Demeter Szilárd vettek egy ilyen kis sutyót, és így föl, hogy mondjam, így kidekorálták valakinek. És akkor onnantól kezdve ő már egy valaki volt. Igen, azért, na most majd meglátjuk, itt fog kidekorálni. Tetszik, amit mondasz, én tovább is merném gondolni, ugye, hogy a sztálinizmus arról szólt, hogy lejárt szavatosságú belügyminisztereket tarkulnövük. Tulajdonképpen ez ki van terjesztve az egész rendszerre, és ahogy a hogy hívják, ez a Demeter is ugye lapáton lesz, de a Simon is lapáton lesz. Én éppen arra gondoltam, hogy a rezsim hogyan hogy mondjam, a rezsimből hogy hullottak ki a szakemberek, nekem kettő jutott eszembe, azért mondom, hogy
gondoljatok bele, az egyik Szócska Miklós volt. Ő volt az elmúlt 32 évben, tehát 90-től mostanáig, ugye két olyan egészségügyi miniszterünk volt, aki kiszolgálta a ciklust, az elsőt a Súrján 4 évig, meg a Szócska 2010 és 14 között. Ugye államtitkár volt, de ez egy lényegtel részletkérdés. A lényeg az, hogy a Szócska letette a tollat, és úgy jelentünk, hogy azóta senki nem látta. Nem szól hozzá semmi, ezért én egyébként úgy megmerem fejteni, tehát egyrészt ismertük egymást gyerekkorunkból, és nagyon jól tudom, hogy ő nem egy ilyen dős fiú. Tehát azt mondta neki, ebből elege van, mert ennek semmi értelme, és elmondta. Nagy lendülettel indult neki ott az egészségügyi államtitkárkodásnak, aztán nem lett belőle semmi, tehát neki ilyen nagyon hatalmas reform elképzelése volt. Hát felmérte, hogy ez egy reformálhatatlan rendszer, nem arról szó, hogy megoldják a problémákat, ezért ő eltűnt. A másik, aki eszembe jutott, az pedig, az is nagyon érdekes, ha meggondoltuk, Marút Miklós, aki egy nagyon jó nevű bölcsész, ugye kiváló tudós volt, hát nem volt, mert most is az, csak hát idősebben. Ugye, és ő neki adták oda az MTA vagyon 18-ban, ugye Eltő Során kutatási hálózat vezetés, stb. És ő is egyszer csak vette a kalapját, és úgy elkült, mint aki sose volt. Azóta nem írják le a nevét, azóta nem létezik. Tehát kicsit ez az egész dolog, ez a mostani világ hasonlít a sztálinizmusba, annyiban, hogy a végén nem lövik tarkon az embereket, de ahogy szoktam mondani, ugye aki nincs velünk, az nincs. És Orbánéknál, nem szabad hibázni. Ezek egyszer mindenkor el vannak tüntetve, és teljesen mindegy, ez művész, tudós, semmire kellő, de akárki. De miért feltüntött fazőség? Az a... Valahol más. Szerintem meg el lesz. Mindjárt megmondom, hogy szerintem miért. Mert a Csák, az a helyzet, hogy Csák Jánosnak igaza van, mármint papíron. Tehát ő egy miniszter, ez a miniszter a múzeum fenntartója, van egy jogszabály, ezt a jogszabályt mindenkinek be kell, minden jogszabályt mindenkinek be kell tartani. Hogy mondja végig? Ne, csak beleszólok, de hogy tartan, tehát tényleg nem kérhet személyigazolvány. De ide jutok el. A jogszabályokat be kell tartani, mert azért hozzák őket. Azért nem kell olyan jogszabályokat hozni, amelyek betarthatatlanok, mert akkor ilyen helyzetek lesznek. Tehát ugye most az a helyzet volt, hogy ezt a kiállítást egyébként megtartani és megnyitni sem szabadott volna, miután a közelben van templom. Tehát ugye ebben a remek jogszabályban ezt is sikerült beleírni. 200 méter. Hogy 200 méteres körzetben ilyen megjelenítés nem történhet, mert igazából ugye már a szót is hiába keresett, hogy most ugye ez van benne, hogy a homoszexuális öncélú megjelenítése. Tehát egy ilyen egyrészt gumijogszabályt, ami csak értelmezésen múlik, másrészt teljesen betartatlan jogszabályt azért nem kell hozni, mert ebben az esetben Elsimon Lászlónak nem tud igaza lenni, mert ő intézmény vezetőként azt csinálta, hogy egy hatályos magyar jogszabályt kiröhögött. Hát ezt nem teheted meg. És erre a miniszter azt mutatja neked, hogy apám, te ne röhög ki a jogszabályokat, hanem tartsd be, te meg visszaválaszolsz, hogy és hogy tartsam be? És akkor itt kész, így be is zárul a kör, és az erősebb kutya fog párosodni, tehát a fölötte levő ember, a miniszter azt fogja mondani, hogy akkor, ha nem tudod betartani a jogszabályt, én leszarom, hogy nem lehet betartani, de én kirúglak. És ami még nagyon fontos, de ez nyilván csak a papír része, a jogi része. Ennek a hatalomtechnikai része, az nyilvánvalóan, amit már gondolgattatok, az, hogy a kormánykommunikáció fókuszában levő dolgon röhögött, hiszen itt nem csak a jogszabályon röhögött, hanem azon is igazából, hogy milyen jó, hogy ilyen sokan jönnek erre a kiállításra, ami a kormány kommunikáció szerint a legsátánistább borzalmat tartalmaztat. Ez nagyon fontos, hogy benne volt az, hogy ő ezen élcelődött és mosolygott, és amiért szerintem viszont jó esély van rá, hogy eltűnik, az az, hogy ebben a rendszerben, ennek az átlagot felsorolt példákra is többségében jellemző módon, aki eltűnik, az eltűnik. Tehát az nincs többé, de ő maga is tudomásul veszi azt, hogy nincs többé, nem pofázik vissza. Elsimon szerintem azt a bűnt követte el, még rátéve egy lapáttal az egészre, amikor, hogy miután menesztették, ő még írt egy Facebook bejegyzést arról, hogy ő ezt ugye tudomásul veszi, de elfogadni nem tudja, és kikéri magának. Na ez az, ami nincs. Aki csicskalángost kap ebben a rendszerben, az megköszöni, összecsapja a bokáját, És kiveti magát az ablakon, és hogyha szerencséje van, mert átlába azért puhára esnek, tehát olyan kis puha pázsit van ott, és lent már várja az inas egyébként azt, amivel kifizetik, mert átlába ezeket az embereket kifizetik valamivel,
De hát ugye nem megy ki a főbejáraton emelt fővel, és nem ordítja bele a levegőbe azt, hogy menjetek a francba. Itt ez történt. Nem tudom, hogy belőle Orwelli nem személy lesz-e. Tehát pont azért, mert neki van egy ilyen habókus imidzse, és ilyen imidzsre szüksége van a Fidesznek, ráadásul ilyenből nincs nekik sok. Hát egy másik, hogy mondjam, másik kulturális szinten ott van Németh Szilárd. Egyébként mostanában keveset lehet hallani, aki eljátsza ezt a fajta klón szerepet, ami bizony szükséges. Úgyhogy szerintem találnak ő neki még megfelelő állást. A Szőcs Géza volt, aki egyébként ki a magát a történetben, aki Elsimonnal ellentétben valóban költő volt. Emlékeztek arra is a félre a nevetségesé váláshoz, amikor a Ferlinghettinek, a Lawrence Ferlinghettinek felajánlott valami magyar díjat, ilyen költői díjat, és a Ferlinghetti meg hát visszautasította, hogy ne haragudjatok, hát törőjétek ki a kis diktatórikus segeteket ezzel a díjat, köszönöm, nem kérem. És szegény Szőcs Gézán csapódott le, ugyanis azt kérték rajta számon, hogy hogy hozhat te ilyen helyzetben a magyar kultúrpolitikát, hogy egy ilyen Ferlinghetti visszautasítsa őket, ráadásul ilyen hangon. És az rajta csapódott le az egész történet. Aztán végképpen számított, hogy ő mennyire volt az esetben mondiális, és mennyire, az végképpen nem, hogy mennyire volt jó költő, mert jó költő. Szerintem a visszapofázás joga az nincs meg ebben a történetben. Tehát itt nincs Jussz Murmurandi. Tehát itt az, hogy ha mondod, megkapod a csicskalángost, vigyázz, vágod magad és megköszönöd. Itt eddig majdnem mindenki ezt csinálta, és utána hallgatott is. De nem lenne ügyes húzás, hogyha úgy csinálnának, mintha azért Simon ügyvédje. Nem lenne ügyes. Ezt akartam. Azért nem lenne ügyes húzás, mert kifelé kommunikációsan lenne benne valami könnyed, ilyen bohém elegancia. Na most soroljuk fel az elmúlt 12 év könnyed bohém lépéseit. És akkor itt belakadt. Hát ilyenek nincsenek azért. Hát a száj... Csak mondjuk azért, jó. Hát a száj... volt könnyed és bohém is. Nem lépés volt, hanem csúszás. Nem csúszás, pontosan. Nekem tetszett. De a többiek felé üzenni kell, még pedig azt, hogy zárunk, és nem történhet meg az, hogy egy ilyen műsorban te ezt úgy konferálhast föl, hogy egymásnak estek a fideszesek. Mert most ez itt valóban... Én is logikusnak találom, amit a Peti mond, meg azt is, amit te. Szerintem mind a kettő rossz. De azért a Balogé, bocsánat, tehát a Gábornak a helyzében van, de kell egy fontos továbbfűzném azt a dolgot, hogy nem szabad elfelejteni, hogy egyrészt, amikor azt hallja a kedves néző, hogy Magyarország jogállam vagy nem jogállam, sose felejtsék ki, hogy a jogállamiság egyik fundamentális kritériuma, hogy világos, szabatos, követhető jogszabályokat kell hozni. Ez a törvény például ékesen bizonyítja, hogy Magyarország nem jogállam, mert ilyen törvényt jogállamban nem hoznak. Ez az egyik. A másik, hogy én Nagykovácsi lakosként a múlt heti Magyar Hangban meg is írta, ugye nálunk van egy botrány, egy a hegytetőre állítandó kereszt kapcsán, amivel tökéletesen látszik, hogy a magyar törvények a fideszesekre nem vonatkoznak. Tehát a mi országgyűlési képviselőnk lábbal tiporja a saját törvényét, 6 jogszab, pontosabban, tehát 4 kormányrendeletet, meg a BTK 2 pontját szegik meg azzal, hogy felállítják ezt a keresztet, de csinálják, és fel vannak háborodva, hogyha valaki szóvá meri tenni, hogy ez egy jogállam, és itt a törvénnyel ellentétes ez, amit csináltok, fiú. Fidesz számára nincs törvény, azt csinál, ami eszébe jut. Igen, annyi, hogy tulajdonképpen, ha az Elsimon László megérdemelte a bukását, akkor szerintem az lenne a helyes indoklás, hogy azt mondja, hogy miért szavaztál meg egy olyan törvényt, amit nem lehet betartani, és utána hogy gondoltad azt, hogy te egy ilyen intézményt tudsz vezetni ilyen jogszabályi környezetben? Hát tulajdonképpen ezt mondták. Hát azért nem egészen. Hát a Balázs, hogy csak Csák János mondott, az még rosszabb, mert azt mondta, hogy mit mondott, hogy kiváló múzeumi szakember, de hogy nem jó vezető. Na most hány éve vezető mindenfajta pozícióban Elsimon László? Ha a Fideszben ezt eddig tudták, akkor már még súlyosabb kérdéseket vett föl ez a mondat, hogy akkor hogy, hát igen, hát meg államtitkár is volt, sok minden volt ő. De ezzel szerintem Csák Máté János kijelölte pont azt, hogy hol mehet tovább az Elsimon, tehát azt mondta, hogy kiváló borász, akkor nem tudom, borlomagrend főnöke, vagy valami hasonló, vagy levegő értelmiség, hát a légvárépítési államtitkár lehet, tehát azért vannak még itt lehetőségek. Viszont a költői pályája előtt azért mégiscsak egy új tálatot nyithat, hogyha megírja a Csák János Földjén cím. Epikus János. Jaj, ne gyerekek! Ahogy. És esetleg mi kiadjuk. Ellenzéki miniszterelnök. Azért buzgeráltam a telefon, mert elkezdtem olvasni még egyszer a gyermekvédelmi törvényt, hogy most akkor... Ja, semmi, csak nem volt meg tisztán ott az a rész. Mármint az a rész megvan, ez a szexualitás öncélú ábrázolása, meg a... Könyök, hogy ezt annyira szeretem, mondjanak már nekem egy olyan szexualitást, ami nem öncélú. A szexualitás öncél, azért szeretjük. Nem, jól előbb belőle gyerek is. Az ábrázolás
öncélú. De az azt is nehéz. De mi az öncélú? Persze, az a világ nagyobb harapság. Ilyet nem lehet belefoglalni. Az öncélú az egy esztétikai fogalom, és igazából azt szoktuk vele helyettesíteni, legyünk őszinték, amikor látunk valamit, ami szerintünk az adott környezetben vagy az adott összefüggésben szar, és azt mondjuk, hogy öncélú. Kéne egy bizottság. Mert szerintem így engem idegesít. És a másik ember azt fogja mondani, hogy neki milyen jól esett azt nézni. Kéne egy bizottság, vagy a hivatal, vagy testület, a Fidesz ezt úgy is szereti, ezeket a dolgokat. Öncélúság ügyi. Ahol azt vizsgálják, én mennék is oda meg. Vagy öncélú szex, vagy nem. És ugye el kell dönteni. Nézel, ez a dugás, ez kell ebbe a sztoriba. Tehát akkor elolvastam azokat azokat a szakértői anyagokat, amiket rendelnek, nyilván nagyon sok pénzért. Ez a dolog, ez egy kicsit prózaibb azért, mert én azt is megnéztem volna, hogyha ugye mondom, felvetődik, hogy templom közel van a Nemzeti Múzeum előre emletett, hogy azért kimertek volna azok a kormányhivatali munkatársak, a centiükkel úgy lemérhették volna, hogy hány méter az annyi, esetleg kerülnek egyet, akkor lehet, hogy nem is annyi. Az is a múzeum melyik sarkától mérik? Hát ez az, nemzeti meg a képtől mérik, akkor lehet, hogy már nem is annyit, tehát lehet, hogy rugalmasan volt ott is. Persze. Ha belegondoltak abba egyébként, hogy milyen irgalmatlanul ostoba dolog például azt belevenni, hogy a templomok közelében, tehát hogy miről beszélünk? A jogszabályt azért hozták, mert szerintük van egy kártékony jelenség. Igen. De az nem csak templom közelében. Na most ezt akartam, hogy 201 méterre a bazilikától az már nem kártékony, akkor már lehet buzulni. Ott már kapcsolatod a izéket. Ez hogy van? Eddig, de 198 méteren belül pedig hirtelen mindenki meleg lesz, aki ezeket. A másik pedig az, hogy ráadásul, és ami iszonyatosan idegesítő az egészben, az az, hogy ellehetetleníti a normális párbeszédet, ahogyan ellehetetleníti a migrációval kapcsolatos hülyeség az ön, hogy erről beszéljünk, ez is ellehetetleníti azt, hogy egyébként van egy kulturális megcsömörlés egyébként a általában szerintem a nyugati kultúrában, és ez nem azt jelenti, hogy az ott van nyugaton, ahol nagy baj van, itt meg minden rendben van, mert ennek a nyugati kultúrának a részei vagyunk, tehát mi is benne vagyunk ebbe a szarviharba, amikor bekapcsolod a Netflixet, az Amazont, az HBO-t, stb., és igen, azok a filmek az 50-es évek sztálinista propagandájának szintjén vannak, mert ahogyan akkor kellett munkásparaszthős minden egyes filmben, ezeknél a filmeknél mindegyikbe kell egy évről évre extrémebb szexualitású szereplő. És érzed azt, hogy ez nem szervesen illeszkedik, ez teljesen egyértelmű, ez egy politikai program. Öncélú. És igen, erre szoktuk mondani, hogy öncélú, de valójában legalább öncélú volna, pont az a lényeg, hogy nem öncélú, ennek a célja éppen az, hogy egy olyan indoktrinációt vigyen be, ami viszont igenis politikai program, társadalmi program, ezzel lehet egyetérteni, meg nem, tehát ezt nem betiltani, meg kiírtani kell, de vitatkozni azért nem tudunk róla, mert rögtön akkor a másik oldalra a fejedhez vágják, hogy na, akkor templom 200 méter, meg elsimol László. Ezek hogy ezek itt tandemben járnak. Hát hogy lehet? Kétféle... Egymást egészíti ki a két hülyeség. Nézd, hogy egymás pörgeti, tehát az egy spirál, egymás... Olyan, mint az Orbán Pete Gyurcsány. Egy pont ezt akartam mondani. De várj csak a te ötletedhez. Tehát meg lehetne kerülni egy elsimol Lászlói fordulata. Minden egyes pornófilm elején annyit mondanának a szereplők, hogy csináljunk Kövér Lászlónak unokákat is. Nemzeti célú. De vigyázz, de azért ezt melegeknél. Szóval, hogy amit mondasz, Gábor, tényleg annyira egy idegesítő jelenség, ez a kényszeredetten, erőltetetten behozni valamilyen LMBTQ kis betűre. Már kevés betűt használsz, várj, tehát most már több már betű is hozzá van adva, és mindegyiket be kell hozni. Miközben, csak nekem ugye itt a probléma az, hogy lehet, hogy ez a inga, ez kilenged nagyon ebből az irányba, mondjuk nyugatra, vagy nyugatra, mit tudom én, hogy fogalmazom. De nálunk is, ezt nézik. De meg úgy leng vissza az inga, ugyanolyan szélsőségesen, hogy csak ki se lenged. Tehát, hogy ez az állami politika, ez az állami politika, közben van egy társadalmi valóság, hogy lehet, hogy nem engedik be mostantól a gyereket erre a kiállításra, meg már véget is értem is tudnak, de mondjuk az első perc nem engedték volna be őket. Minden egyes este annyi kamasz gyerek néz ilyen hardcore LMBTQ propagandás filmeket, mint ahány egy év alatt ment volna be ebbe a múzeumba megnézni azt a két szerencsétlen női ruhába öltözött idős embert. Mindazonáltal a magyar társadalomban nem annyira jellemző ez a szintű, hogy mondjam, elfogadottság, ez a szintű propaganda sem egyébként, hiszen ezt eleve tiltják, tehát én is úgy gondolom, hogy egy kicsit az ingait nálunk túl van lőkve, sőt, lőkték egyébként, mielőtt persze. Is meg lehet volna. Persze a Netflixhez hozzáférsz, Netflixen sem az a gond, hogy
LMBTQ dolgokat ábrázolnak, hanem az a gond valóban, amiről beszéltél, ez a fajta méricskélés, ami engem egyébként annak idején divó vörösfarokra emlékeztet, amit mindenhez oda kellett írni. Igen, az egész ott legyen. Igen, a vörösfarokra. Igen, a könyvet kellett bele valami, hogy beleíjjon a pártvonalba. Nem kellett az egész, csak egy picike. Na de hát könyörgöm, ez van a mai magyar megfelelésben, amit ma kultúrpolitikának hívunk, vagy kultúrának. Dettó, két dolognak kell itt egyébként megfelelni, vagy megfelelsz a kormány elvárásoknak, és akkor lehetsz Demeter Szilárd nyájából egy elégedett epikúroszi disznó, vagy pedig, és ez nagyon érdekes, megfelelsz a liberális közvélemény elvárásainak, ugye te egy ilyen vérellenzéki, vagy abszolút toleráns, mind a kettő jó. Mind a kettő működik, de valaminek meg kell felelni, és szerintem azért a magyar művészek, alkotó, gondolkodók, intellektüelek 80%-a ettől szenved, többé vagy kevésbé, ugye vannak a családjában olyan betegek vannak, de mind élvezik. Ha szenvede valaki a betegségtől, nem mind élvezik. Tehát van, aki szenved ettől, van, aki nem, de hogy ez iszonyatosan elnyomja a kreativitást. És valójában nekem az a gyanúm, hogy egyik oldalnak sincs szüksége ilyen kreativitásra. Na gyerekek. Mert a szabadság az meg veszélyes. Szerintem, ha azt akarod megkérdezni, akkor mondjad, mert a Gábor felvetett egy fontos dolgot, hogy nem lehet megbeszélni dolgokat, és szerintem ez a szuverenitás védelmi törvény, az pontosan ugyanezt a célt szolgálja, hogy most a választási kampány alatt ellehetetlenítsenek mindenfajta párbeszédet. De hát a Fidesz ezt csinálja 10 évben. Igen, de most ez csak a szuverenitás, ez most kimondottan azt a célt szolgálja, hogy ne lehessen értelmes párbeszédet folytatni az európai parlamenti választás előtt hazánk és az Európai Unió meg a szervezetei viszonyáról. Borzalmas kárt okoz. Itt most még nincs egy törvény, én elmondom. Egy dolgot tudok mondani, nekem egy voksos a Fidesz. Már itt értelmes párbeszédet folytatni. Hát én úgy például, hanem valószínű, de egyébként azért járok ki, de úgy képzelem. Nem a párbeszédet, hogy a párbeszédet lehetetleníteni el a Fidesz, a tagolt beszédet, az értelmes beszédet lehetetlenítik el ezek a jelenségek. És egyébként, amit te mondtál, az ad lényegre azt a jelenséget, ezt az LMBTQ propagandának is nevezhetjük, ha úgy tetszik. Ugye ezek a törvények semmiféle hatással nincsenek erre. Persze. Valószínűleg egyébként ez nem is jogszabályi kérdés, ez jogszabályokkal ezzel nem lehet küzdeni, nyilván ez... Isten meg! Igen, tehát hogy ez egészséges társadalmi tudat, meg nem tudom, ilyesmi kellene, de ez elsimó történet is pont azt mutatja meg, hogy akkor még egy pillanatra visszatérve erre, hogy ő egy pillanatra elkezdett normálisan viselkedni egy abnormális helyzetben, egy abnormális rendszer. Egyébként azok az abnormalitás szabályait ő maga is elfogadó szereplője ennek a rendszernek, és ez valóban egy olyan zavart keltett ebben az egész univerzumban, hogy máshogy nem lehetett megoldani ezt, mint hogy őt ki kellett pöckölni onnan azonnal. Az a legrosszabb az egészben, hogy ez a számomra rettenetesen visszataszító duródóra, most röhög a markába. Ők egyébként 10 éve basztatják az Elsimont mindenféle hülyeséggel. Régebben a Novák előd a kulturális bizottságban nem telt el úgy bizottságülés, hogy a Novák neki ne esett volna valami abszurditással. És most a felesége, és most van egy olyan érzése ennek a lánynak, vagy hölgynek, vagy magyar anyának, hogy most győztek. De politikailag nem biztos, hogy győztek, és nem biztos, hogy ilyen értelemben röhög a markába, ugyanis mi történt. Dúró megfogalmazta azt, hogy ők miben különböznek a fideszesek, azok buzik, meg engedik ezt az egészet, de mi itt vagyunk a Magyar Nemzeti Párt, a Mi Hazánk Mozgalom, és mi be... És akkor, tehát így fújta a vihart, és akkor a Fidesz így pont mint a szélkakas így belefordult ebbe a viharba, és le is szerelt ennek az egésznek a radikalizmusát, a Fidesz azt hiszem, hogy nem. Miért kellene ez a kis náci lány, hát itt vagyunk mi. Egy komplet állam, aki... És ez a történet arról is szól szerintem, amiért ez egy másik ok, amiért Elsimonnak mennie kellett a fideszes belső logika szerint, hogy ezt a témát, ezt nem lehet átengedni másnak. Tehát az ő saját témájuk. Egyébként, ha csak morálisan meg ízlés szempontot félreteszem, és kizárólag politológiai, vagy a hatontechnikai szempontból nézem,
vagy kommunikációs tekintetben ez a legjobb kifejezésre, akkor egyébként a mi hazánk részéről ez egy okos próbálkozás volt itt, hogy na jó, ez a ti politikátok egyik magja, ti tettétek azzá, és most mi jól megmutatjuk, hogy a törvényetek szar, mi mennyivel jobbat csinálnánk, mi majd itt. Ugyanis szerintem ebben benne volt ebben a bepróbálkozásban, hogy a duro-duraik rászálltak erre a történetre, hogy ők is tudták, hogy a törvény betarthatatlan, és ők arra gondoltak, hogy kialakul egy padhelyzet, ami ki is alakult egy ideig, megtörténik az, hogy a Fidesz egyik kiemelkedő figurája kiröhögi azt a törvényt, ami viszont egy mi hazánkos nézőpontból meg a nemzetvédelem egyik bástyája, és a Fidesz is azt mondja, hogy az, erre kiröhögi egy másik Fidesz, és nem történik semmi. Na történt. Pont azért, hogy erre nem mondhassa azt a mi hazánk, hogy ezt az ügyet mi jobban és hitelesebben képviseljük, mint a Fidesz. Akkor ide vegyük az Orbán VS Tolckait. Nem? Ha már mi hazánkról van szó, akkor illik ide. Ugye itt az állítás, hogy a fideszes kemény maga az elég durván antiszemita. Ez ki? Hát, nem. Fölmért ezt valaki így? Hát nézd, mindenkinek van élménye. Nekem az az élményem, hogy az én környezetemben azok, akik 2010 előtti években, 10 körül abszolút jobbikosok voltak, tiszta erőből jobbikosok voltak, és akiknek vona volt az Isten, mert az antiszemita kártyát is ugye játszogatta ki, meg a cigány ellenességével, azok most mind fideszesek. Tehát az én környezetemben a Fidesz tábor az a normális konzervatív keresztényekből átment ebbe a szélsőjobbos előítéletes világban, tehát a Fidesz szavazóbázis az én környezetemben erősen az. És szerintem az egész Sorosra épülő kommunikáció a Fidesznek az a kacsintós antiszemitizmus, ugye miközben a Fidesz ugye leboltolta magát, hogy ő nem antiszemita Netanyahuban, meg New Yorkban, meg minden, tehát őt ezzel nem vádolják meg Orbánt, hogy antiszemita, mert ez el van intézve, hogy ez ne kerüljön elő, ugyanakkor az összes antiszemita társadalom hergelő eszközzel vastagon élnek. Rájárulnak az antiszemitizmusra, és gerjesztik az antiszemitizmust. Ebből a szempontból ez olyan régi kérdés, hogy Sztálin antiszemita volt-e, vagy sem. Teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy mit csinált. Ilyen értelemben a Fidesz antiszemita politikát csinál. Az megint más kérdés, hogy, és ezt szerintem sok fideszes is felismeri, főleg ugye a főnökök között, hogy nincs ellentmondása az Izrael pártiság és az antiszemitizmus között, ugyanis a zsidóság nem hogy a Netanyahu kormányában, hanem nem feltétlenül azonos ugye Izrael államban sem. És a Fideszek nagy része ugye rendpárti, szélső jobboldali, tehát a Netanyahu baromi szimpatikus nekik, a Netanyahu nekik iszén közeli barátjuk, viszont ilyen értelemben lehetnek antiszemiták, szerintem egyébként tekintve a mostani helyzetet Netanyahunál antiszemitább nemzetközi politikus például nehéz elképzelni. Szerintem a Sorosféle történet az legalább annyi, tehát ha most akarunk ilyen múltbeli mintákat keresni, akkor az ugyanúgy benne van a nemzetközi nagytőkés, mint szélső baloldali toposz, benne van a nemzetközi... Akár ezt is lehet mondani, de mondom, én ezt egy odognak gondolom azt, hogy ez egy antiszemita kampány lenne, sokkal inkább ez a kívülről a ne szóljanak be nekünk, mert ha már 100%-osan uralunk egy országot, akkor magunk fölé kell helyeznünk valamit, hogy továbbra is folyhasson a szabadságharc, mert 2010 előtt ellenzékből folyt a szabadságharc, akkor volt fölöttünk egy kormány, aztán megdönthettük, akkor 2010 és mondjuk, mit tudom én, 16-17-ig mondjuk mehetett, átvettük a kormányzást, a hatalmat még nem, mert a vörös polip még itt van, akkor azt is már nagyjából kiszorított, stb. És van egy olyan teljhatalom, ami fölé mindig fölé kell helyezni valamit. Brüsszel az úgy, ahogy elmegy, de Soros erre még jobb, mert Soros hatalmas, gazdag. Meg arca van. Arca van, rohadt nagy arca van. Tehát tegyük hozzá, hogy egy olyan emberről beszélünk, aki évtizedek óta maga is kitalálta azt egyébként, hogy ő meg tudja változtatni a világot, és ő is egyedül tudja, hogyan kell az egész világon mindenkinek élnie. Ilyen szempontból Soros szerintem egy patológikus lelkű fazon lehet, csak hát századannyi befolyása hatalma nincs, mint amit ugye rá testálnak. Soros György lenne a világ legboldogabb embere, ha ilyen hatalma lenne, mint amit a Fidesz mondott neki, vagy Fidesz tulajdonít, neki mond róla, így van, nem Fidesz mond róla.
De mondom, én ezt alapvetően lehetőségnek tartom, hogy az antiszemita történet lenne, mégpedig azért is ráadásul, mert szerintem a sorososzáson kívül ennek a kormányzatnak még antiszemita utalásai se nagyon vannak. Márpedig antiszemita utalást nagyon könnyű tenni, meg ezzel könnyű játszani. Lehetne még ötfélét, tízfélét csinálni, nem nagyon, a sorosra szokták ráhúzni, csak szerintem ez alapvetően félre megy. A Netanyahuval való haverkodás az pedig valóban az viszont a búrsárpecsét miatt kell, mert a magyar jobboldal, hogy a 90 óta folyamatosan előszeretettel vádolják, arról, hogy antiszemita, akkor is azzal vádolták, amikor az égvilágon semmi alapja nem volt, akkor is, amikor volt alapja. Ez nem függött attól, hogy van-e alapja. Orbánék ezzel akarják ellensúlyozni, és nyilván, ha valaki a zsidó állam vezetőjével van szövetségesi viszonyban, akkor az hogy lehetne antiszemita, mondják ők. Amúgy persze attól még lehetne, ebben igazad van, csak mondom, szerintem itt nem ez a helyzet. Egyébként a konkrét ügyben, tehát most hogy jól, hogy ilyen kis huncutó fogalmazok, lehúztuk a keresztvizet a magyar, vagy a mi hazánkról az előzőben, ugye a melegezős történetben, hogy mekkora hülyeségeket beszéltek. Most Oroszkainak bizony részigazságai voltak ebben a felszólásban, mert ugye az azt veti az Orbán szemére, hogy az ENSZ közgyűlésében Magyarország nem messze adott egy olyan határozatra, amely lényegében ugyanúgy azonnali fegyverszünetre szólított föl, mint amit egyébként Orbán olyan lelkesen hangsúlyoz és sürget ukrán-orosz viszonylatban, és amivel Orbán erre reagált, az valótlanság volt. Igen. Ő reagálhatott volna akár azzal is, hogy ezt a helyzetet nem lehet azonnali tűzszünettel megoldani, és igaza is lenne, mint hogy az orosz-ukrán sztorit sem lehet azonnali tűzszünettel megoldani, ez mind a két esetben. De ez egy háborúpárti álláspont akkor a Fidesz kommunikációja persze, szerint? Ezért mondom, hogy igen. Nyilván itt ellentmondások vannak, ami egyébként fordítva is megvan, mert azon is el szoktam azért mosolyodni, hogy azok, akik az utolsó töltényig való ukrán kiállást dicsőítik, azok részéről pedig ilyen szörnyűködés van, hogy az izraeliek miért nem álltak meg a gázai vezető határán, és miért nem tették ott le a fegyvert, és várták, hogy majd legközelebb megint onnan rakétázzák őket. Egyik, mind a két oldalon az álláspontok és az üléspontok határozzák meg az álláspontot, más kell mondani, mint a Fidesz, vagy azt kell mondani, amit a Fidesz. És ebben a toroszkaiek egy ilyen furcsa kilógó álláspontot képviselnek. De mondom, ebben az ügyben azért volt igazság magában a felvetésben, és ami fontos, hogy ezt még hozzátenném, hogy amit az Orbán mondott, az konkrétan nem volt igaz. Ugyanis ő mindenek előtt azzal érvelt, hogy ebben a határozati javaslatban nem volt benne az, hogy a túszokat azonnal el kell engedni. És amikor ezt először hallottam, akkor én is jól fölcsesztem rajta az anyamat, hogy volt pofájuk ilyen hülyeséget beterjeszteni az ENSZ-be, hogy Izrael úgy fejezze be a hadműveleteket, hogy szabadon se engedik a túszokat. Mondom, tényleg jó nagy hülyeség volt ez a határozat. Aztán utána a Népszavában utána néztek ennek, és kiderült, Népszava írt erről egy cikket, hogy ebben a határozati javaslatban konkrétan benne volt, hogy minden illegálisan fogvatartott foglyot azonnal civil foglyot, azonnal szabadon kell bocsájtani. Amikor a Telexre rákérdezett, akkor még rátronfolt valamilyen külügyi apparátusból válaszolt valaki, hiszem államtitkár vagy államtitkár helyettes, és ő meg azt mondta, hogy igen, de ez egy kalap alá veszi az izraeli hadsereg által jogszerűen terroristus vágyával lefogott palesztinokat és az elrabolt túszokat. Na most az a szép, hogy konkrétan benne van a javaslatban, hogy az illegálisan. Tehát ha most az Izrael jogszerűen tartóztat le valakit, zárójelbe, Izrael rendszeresen nem jogszerűen is letartóztat embereket. Igen, ha Izrael jogszerűtlenül tartóztat le embereket, aztán meg engedje őket szabadon, és engedjék akkor a palesztinok is szabadon a gázai túszokat. Miért ne lehet ez benne egy ENSZ-nek egy javaslatában? Tehát itt ebből a szempontból a Turocka egy kis telemenébe vágott ennek a történetnek. Nyilván a mi hazánknak ez megint egy olyan szempontból jó téma, hogy egyrészt persze itt egy picit lehet összekacsintani, és a zsidó bélenség vágyát úgy valahogy rákenni a Fideszre, tehát azért radikális jobboldali körökben ezzel lehet játszani, de egy ennél egyszerűbb olvasata is van ennek, vagy ártatlanabb olvasata, hogy nem a magyar nemzeti érdeket képviseli a Fidesz ebben az ügyben, mert itt gyakorlatilag az Izrael való szövetség fontosabb, mint a magyar diplomácia nemzetközi tekintélye, mert amikor nagyon is egy mondat még, hogy amikor sokszor elmondják Fideszes részről, hogy
a világ nagy része békét akar. Ugye a béketáborhoz tartozik, és tessék megnézni, hogy az ENSZ-ben is általában az azonnali fegyverszünetet sürgetik, csak van ez az elfajzott hülye nyugati világ, ezek nem értik ezt meg. És milyen rossz a nyugati világnak, hogy szembe kerül a világ nagy részével. Tessék megnézni ezt a szavazást most az ENSZ-ben. Szembe kerültünk a világ nagy részével. Annyit azért ott tegyek hozzá, hogy szerintem azért lényegében a történet egyszerű. Szerintem az ENSZ-ben a magyar szavazat logikus volt, ezzel szemben az ukrán háborúban képviselt magyar álláspont az abnormális. Tehát nem az a baj, hogy... Szerintem ott akkor ők jól szavaztak, ezzel szemben az ukrán álláspont, tehát az ukrán háborúról való magyar álláspont az a kezdettől fogva tarthatatlan. De ez végtelen ártalmas Magyarország. Ha megnézzük ezt a két ügyet, ugye a Duro-Dóra kontra Elsimont, ha lehet ezt így mondani, és ezt a parlamenti csörtét, ami Orbán Viktor és Toroczkai László között volt, és ebben egyébként Orbán Viktor eléggé arrogáns és kioktató volt Toroczkai Lászlóval szemben. Na, Gyurcsány Ferencen múltkor egészen barátságosan beszélt, ugye? Mint Fériről beszélt, ugye? Sokszor könnyed és lesajnáló most nem az volt, igen. Szerintem érezte, hogy eleve néve vág ez a Mi Hazánk politikájának szerintem, és az a veszélyes a Fideszre nézve a Mi Hazánk politikájába, hogy a Mi Hazánk végül is, szörnyű, ezt így mondom, tehát most se értse félre senki, hitelesen, önazonos módon tudja folyamatosan leleplezni a Fidesz politizálásának, és a Fidesz politizálása az identitás politizálás, annak a hazugságait. Ugye eleve, ez már a Nemzeti Múzeum ügyben is nagyjából kiderült, és akkor ezt a Fidesz tudja korrigálni. Ez itt egy kicsit nehezebb ügy, ez a gázai ügy. Ugye itt a békepárti Fidesz mítosz az ami porrá foszlott azzal a szavazással, azzal a, mondjuk egyszer mondom, a fideszes logika szerint háborúpárti állásfoglalással, amit az ENSZ-ben a magyar kormány képviselt. És ugye erre hívja fel a figyelmet Toroczkai László, és az Orbán Viktor erre nem is tudott mással, mint egy konkrét nevezzük hazugságnak, de minimum csúsztatással válaszolni, hogy igen, a túlszó nem szerepel, de ami tartalmilag az szerepelt benne, hogy szabadon kellene őket is szabadon kellene bocsátani. És ez... És egyébként, ha akárhol megnézzük a Fidesz politikáját, ugye ez a szövet, ez mindig felfestik valahol, tehát már említettük ezt a ugye a vendégmunkás migráns kérdés, tehát hogy igenis a Fidesz azzal, hogy kaput nyit a vendégmunkások előtt, az egy migrációpárti fordulatot hajtott végre tartalmi értelemben. Ezt lehet kozmetikázni, meg azt mondani, hogy majd szigorúbb idegenrendészeti szabályok jönnek, de hát azért elég egyébként körülnézni kicsit az országban, tehát itt vannak már ezek a vendégmunkások, ez már nem egy jövőbeli történet, hanem ez már itt van. Ez a helyi közösségekben egyébként nyilván a Fidesz hisztéria keltése miatt elsősorban már feszültségeket is okoz, és akkor ott van a másik nagy pontja a Fidesznek, ugye ez a megvédjük a határt, és küzdünk az embercsempészek ellen. Most egyrészt, és ezt most én nem bántom ezért különösebben a Fidesz, mert én el tudom kérdezni, hogy valóban hatalmas a nyomás a déli határon. Tehát az, hogy ez a határvédelmi rendszerünk nem működik, én most ezzel nem fogok gúnyolódni, de nem működik, ezt onnan tudjuk, hogy ha működne, akkor Szlovákiának nem kellene határellenőrzést bevezetnie a saját déli határán, mert a probléma. Az embercsempészek elengedése azt szerintem sokkal súlyosabb dolog ennél. Ugye most hoztak nyilvánosságra egy titkosszolgálati jelentést. A Fidesz ugye gyakorlatilag ma már a titkosszolgálatot egy ilyen pártpolitikai eszközként, vagy ezeket a jelentéseket használja, lobogtatja. Csak hát én meg azt mondom, hogy kedves titkosszolgálat, lehetne egy olyan dolgot is megvizsgálni, hogy vajon mi állt a mögött valójában, hogy a magyar kormány elengedte és elengedi ezeket az embercsempészeket. Itt volt ugye egy ilyen anyagi hivatkozás, hogy jaj, ez sokba kerül, most azért ez egy elég fontos ügy ahhoz, hogy ez szerintem ne számítson, hogyha ezt komolyan vesszük, ez ne számítson, hogy netán esetleg valamivel alkú volt itt, hiszen ez a szervezett bűnözés egyik legelvetemültebb és legveszélyesebb ága, az embercsempészet, hát ezt mindenki tudja. Ha valaki ezeket kiengedi, akkor kaput nyit ennek a tevékenységnek, és gyakorlatilag maga is gerjeszti ezt a folyamatot, ami ellen szavakban ilyen erőteljesen küzd. Ez azt kell, hogy mondjam, hogy ez komolyan felveti azt a kérdést, hogy Magyarország saját maga számára, a magyar kormány saját maga, illetve az egész Európai Unió számára egy nagyon komoly nemzetbiztonsági kockázat ezzel a lépésével. Hát, hogy beszálltak az üzletbe. De az a probléma ezzel, ami az Antuccal, nagyjából egyetértek azzal, amit mondtál, és Mi Hazánk az általában jellemző, pont ez a Duro-Dóra történet egy kicsit ebből kilóg, de mondjuk erre tökéletesen, vagy a végrehajtókkal szembeni fellépés, a Covid megszorításokkal szembeni ellenérzések, hogy valójában
népi vagy általános elképzeléseket fogalmaz meg, olyanokat, amik egyáltalán nem komilfók a politikában, egyáltalán nem illenek bele a nemzetközi, nem nemzetközi, a magyar nemzeti, mit tudom, ilyen anyám, ilyen vezérpolitikai irányzatokba, sem itt, sem ott, sem az ellenzéknél, sem pedig a kormánypártnál, és ezeket viszonylag állhatatosan képviseli. Tehát szerintem az emberek nagy része azért tényleg úgy gondolja, legalábbis a nemzetközi felmérések szerint, magyarországi felmérésről nem tudok, hogy azért nem szép dolog palesztin gyerekeket terrorbombázni, mert hogy ez mégiscsak valahogy nem áll arányban, és különben is ez egy egészen másik történet. Amikor ezt a Toroczkai megfogalmazza, akkor szerintem egy népszerű dolgot fogalmaz meg, nem csak a békevágy miatt, hanem az igazságérzet miatt is. De, hogyha az egészet beleillesztjük a Mi Hazánkba, mint tényleg összefüggés rendszerben, akkor azt látjuk, hogy milyen párt. Ez egy olyan párt, ami egyébként alapvetően rasszista, alapvetően olyan dolgokat képvisel, amiket, hogyha tovább gondolunk, ha végig gondolunk, az mindenképpen ártatlan gyerekek kiirtásához fog vezetni. Most ezt szerintem eléggé egyértelműen ki lehet mondani, én legalábbis kimondom, aztán lehet ezt vitatni. Tehát egy fasiszta, náci pártról beszélünk, ami teljesen mindegy, hogy a Gidebor írta a Spektákulum Társadalmában, egy világban, ami tényleg a feje tetején áll, és azt hiszem, milyen világban élünk, ott az igazság csupán a hamisítás egy mozzanata. Tehát amikor ők igazat mondanak, amikor a Toroczkai tényleg olyan dolgokat állít, és olyan dolgokat szembesíti az Orbán, nem csak az illogikával, meg azért, hogy következetlen, hanem azzal, hogy embertelen, inhumánus a döntés, akkor is hazudik. Tehát lehet igazat mondva is hazudni. És szerintem ez a fasizmusnak, meg általában egyébként a totalitár rendszereknek az alapja, hogy egy csomó dologban igazuk van, mégsem lehet igazuk nagy ível már, hogy ez de nem ilyen szép elgés. Most hát még egy apróság eszembe jutott ez az antiszemita a Fidesz vagy sem témához. Az tény, hogy a Fidesz politikusa, a hivatalos politika az valóban kerül minden olyan még utalást is, amit antiszemitaként lehetne értelmezni, de azért kicsit tágítjuk ezt a képet, akkor az látjuk, hogy a fideszes holdudvarban azért vannak olyan figurák, akikről ezt már nem feltétlenül lehet így elmondani, és akkor van egy nagyon súlyos ellentmondás, hogy egyre több ilyen fideszes megmondó ember mondta azt az utóbbi időben, hogy ő Csurka István örökösének tekinti magát. Olyanok is egyébként, akik annak idején 30 évvel ezelőtt, hát egészen másként vélekedtek Csurka István. Bár ez a drámai rotegységükre vonatkozik. Hát, Elsimon László, ugye. Szóval, tehát nem lehet egyszerre azt mondani, hogy mi vagyunk Izrael legnagyobb barátja, és hogy ezt a politikát mi így képviseljük, és nem lehet egyébként Csurka István örökösének is valljuk magunk, mert ez azért szerintem nyilvánvalóan egy ellentmondás, és megint csak ott egy identitás hazugság. Egyébként, hogyha nem a politikát, ha hozzuk, akkor a kultúrpolitikában, a történetpolitikában, az emlékezetpolitikában nagyon erős antiszemita vonulatok vannak, tehát amikor beemelik Nyírőt, beemelik Tormai Cecilt, tényleg olyan dolgok, akiket Vas Albertet, akiket nem az irodalmi nem az irodalmi végességük miatt emelik be őket, hanem tulajdonképpen pont azért, amit tagadnak, tehát nyilván hát, belül, hogy ezért. De ezt a világon is senki nem bizonyít. Vagy amikor azt mondják, hogy Horthy Miklós nem volt antiszemita, könyörgöm, hát ő maga írta magáról. Jó, nála horgasabb antiszemita, az a fő nem volt. Nem volt, de szerintem ezek ilyen ráolvasások. Tehát az, hogy Vas Albert azért van beemelve, mert antiszemita volt. Hát biztos nem az irodalmi értéke. Azért, mert egy mesemondó, aki az erdélyiségről a legegyszerűbben igen, nem jó fenét nem. Nem azt mondom, hogy Vas Albert nem volt antiszemita. Én arról beszélek, hogy nem azért van beemelve, hanem azért, mert ő az, aki emberek tömegeit ismertette meg a rendszerváltás után az erdélyiséggel. Mert olyan beemelték. Leegyszerűsítő mesé, nem, de hogy is. Hát sokkal előbb sehol sem volt még a hivatalos... Nem azt mondom, hogy hivatalos értékben beemelték. Még a közvéleményben sem volt, amikor Vas Albertet már 100 000 olvasták a 2000-es évek elején. Köztük én is, így van. És a Vas Albert nem írófejedelem, Nyírő már előbb az egyébként, mert sokkal jobb író, de sokkal jobb író, de a Vas egy olyan mesemondó, aki emberek 100 000-eit ismertette meg Erdéllyel, mint olyannal, miután 45-től 90-ig ez tabu volt, és 90 után is csak nagyon-nagyon lassan tört meg ez a jég, hogy beszéljünk erről, és azért emelik be a kánonba, mert népszerű, és mert ezáltal bizonyíthatják a saját jobboldali nemzeti elkötelezettségüket. Ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy Vas Albert a zsidókról mit gondolt, hogy Nyírőnél sem erről van szó. Nyírőt is azért nevezték ki írófejedelemnek, amit megint túlzásnak tartok, de szerintem egy piszkos újjóíró volt,
azért nevezték ki annak, mert illeszkedik abba a kultúrpolitikába, aminek nem az antiszemitizmusnak semmi köze nincs hozzá, abba a kultúrpolitikába illeszkedik, hogy emeljük be a határon túli irodalmat, gondolkodást az egységes magyar irodalomba, ez úgy tök jó is lenne. Megint más kérdés, hogy ennek az egész összefüggésében milyen a hitelessége, de szerintem ennek ez az antiszemita kérdéshez vagy kevés köze van. Szerintem meg pont arról szól a történet, hogy ezt az egészet szalonképessé tegyék, és megteremtsék visszamenőleg egyébként azt a hangulati alapot, amire lehet építkezni. Tehát nyírőben többé-kevés egyetértünk, őt írónak nevezhetjük, Vasban már annyira nem értünk, de miért nem Szabó Dezsőt emelik például vissza a kárba? Még az is belefér, hogy antiszemita volt, mint az állat, viszont nagyon jó író, utálta a hatalmat, ugyanis utálta ezt az egész jobboldali Mispóhét, amit a régikorszusnak nevezett. Őt nem vették vissza. Kit vettek vissza? Egyébként volt egy ilyen sorozata ennek, amit nem a Fidesznek neveznék, de mondjuk a Prener és a Nernek, a kultúr héroszok keret először Máraival nyitottak. Sőt, először Angassal nyitottak, aztán Máraival, és ezek rögtön elkezdtek lötyögni, mert Fidesz magát polgári pártnak nevezte, addig Márai volt az Isten, ezt elolvasták Márait, Jézus Mária, úgy, keressünk valakit, és mentek tovább is, eljutottak Vasalbert, ez most már egyébként, Vasalbert is kikopott, nincs már. Azt hiszem nekik kulturális hivatkozási pont. Miközben jó, hogy előhoztad, azért visszatérnék Jézus ahhoz, már, amit eleve Szabolcs mondott, hogy fenntartom, hogy egyetértek veletek. Arról szól a történet, hogy olyanok kellenek, akik ezt a régi módi, ezt a Horthy-korszakot, tehát háború előtti, ugye az alaptörvény is bekerült, hogy Magyarország ugye 44 előtti ország van, 90 utáni, a köztes nincs. Ugye ezt az alaptörvénybe beírták, hogy a különben spontán módon előkerülő szerzők, mert a Vasalbert, a Márai, a Nyírő, ezek ugye el voltak hallgattatva, ezért hirtelen nagyon, tehát ellenzéki dolog volt 80-as évek végén olvasni Márait, Nyírőt, Vasalbertet. Ez kétségtelen. Tehát így kerültek elő. Aztán mindenki megtalálta magáit. Oda akarok kiukadni, hogy a Fidesznél el van rendelve, hogy az antiszemitizmust, tehát akinek a életművében konnotáció az antiszemitizmus. Tehát a Nyírő az rendes magyar ember volt, nem szerette a zsidókat, logika. Ennek mentén. Azokat a Fidesz rezsim társutasai kell, hogy fenntartsák és szeressék. A Bencsik Andrások, a Demokrata, amit tudom én, azok ott vannak. Tehát kellenek az egész fideszes világképhez, hogy ezek jó írók, jó emberek, Vasalbert, Nyírő, stb. Kiesett belőle Márai, ez az egyik, amit akartam mondani, és hogy központilag igenis irányítva van, arra meg tökéletes példa a Nobel-díjasunk, Kertész Imre. A kertészt teli szájjal utálták egész addig, amíg a Kertész Imre dokumentációs központ nyitó ünnepségén Orbán nem mondott egy olyan beszédet, amelyiként egy tökéletes esztétikai elemzés volt Kertész Imréről, és levert róla minden izét, tehát beemelte a magyar panteonba, a magyar Isten, ugye Viktor Isten megmondta, hogy ez az ember a panteon része. Azóta nem találtok, hogy a Demokrata vagy a... Ez a nincs Imre Kertész azóta. Igen, kész, tehát írták, egy betűt nem írtak volna, mert Orbán azt mondta, hogy ez az író, ez nekünk egy idól, egy szentedő. Ezért benn van a magyar panteonban, inkább nem írnak róla, és megőrülne Bayer Zsolt, hogyha visszakeresnénk, hogy miket írt Kertész Imréről, vagy Bencsik András, vagy a rendszer összes szószólója, mert akkor Kertész baromira kellett, vagy hogy mondjam, utálták nagy erővel, véres szájjal, amikor azt mondta a főnök, hogy Kertész szeretjük, azóta ez a probléma nem létezik. Igenis van abban igazság, Gábor, hogy központilag vezénylik, hogy ki a kedves író és ki nem. Én nem ezt vitatom. Én az indokait vitatom, érted? Szerintem ennek nincs köze az antiszemitizmushoz. Ott van az, hogy ezek az emberek a Fidesz szavazóbázisában benne levő antiszemitizmust igényt kielégítik. Megjeleníthetik. Érted? Tehát Nyírő, antiszemita, Nyírő igen. De nekem Nyírő antiszemitizmusáról semmit nem tudnánk, ha az ellenzéki médiában nem hánytolgatták volna föl neki. Akkor lenne igazatok, hogyha a Demokratában meg egy-két ilyen periférikus helyen lehoznák Nyírőnek az antiszemita írásait, és mellékelnék a vörös farkot, hogy egyébként némi túlzással, de azért alapvetően igaza volt, mondjuk ilyen hülyeség lejön.
De hát nem ez van. Már lehet, hogy túl de igen, igen, nem ez van, gyerekek. Az van, hogy elmondják Nyírőről vagy Vasalbertről, hogy hírófejedelem, és utána az ellenzéki vagy baloldali vagy liberális, mindegy minek hívjuk, közvélemény kezdi el verni a harci dobokat, és idézi Vas vagy Nyírő egyébként valóban létező antiszemita kirohanásai. Tehát magyarul nem arról van szó, hogy a Fidesz az ajó antiszemitizmusokat akarja fölhasználni valamire, mert ő az ő antiszemitizmusokat titkolni akarja, és higgyétek el, hogy az emberek 99%-a előtt soha az életben nem derül neki, hogy Nyírő antiszemita volt, ha a fideszes közvéleményt követné, mert arról ott nem beszél. De pont ez a lényeg benne. Tehát logikailag nem áll meg, amit mond. Úgy lehet benne, mert Pétertől tudtam meg, hogy Vas Albert írt hát, egy... A vádat ismertem, de magát a szövegkorpuszát. Igen, tehát én tőle tudtam meg, egyszer mentünk kocsival együtt, és akkor mondtad, és aztán később be is hoztam az újságot, ahol ő publikált kifejezetten antiszemita dolgot, van nyilas újságban, nem? Igen, a Vigyaradatban, de most nem is az a lényeg, ez azért egy ilyen kettős fenekű bőrönt. Tehát ők nagy hangon tagadják, hogy ezért emelték be, sőt, ettől elhatárolódnak, sőt, tagadják magát a tényt is, egyébként az teljesen elterjedt okoz, hogy ugye Vasnak semmi köze nem volt ezekhez a dolgokhoz, igazából ő egyáltalán nem is volt antiszemita, ami teljesen abszurd, de ezt azért mindannyian tudjuk. Pont ez a megosztás ebben a történet, a munka megosztása úgy tetszik, nem azért rakják az átlag fideszes olvasó elé, mert azt szeretnék, hogyha kedves erdélyi történeteket olvasna is ettől a ófibú, meg a mély érzések felbuzognának a lelkében, hanem azért, hogy azt is akarhatják, de azért, hogy kielégítsék ezt az összekacsintó antiszemitizmust. Ők nem mondhatják nyíltan ki, hogy kérem szépen, mi ezt akarjuk. Teljesen vakok vagy, nem mondja, hogy teljesen vakok. Szerintem meg te? Azon a vonalon mozogsz, hogy elfogadod a kulturpolitika szándékát, és nem fejted meg azt, hogy... Nem fogok konteókat. Nem, ez nem konteó. Ez légből kapott szerintem. Az Istváni lesz, mert én csak erre akarok megszólalni, meg nem nagyon beszélt, hogy egy nagy szörnyetes zárójelet tennék ez a vitához, az álláspontok világosak, hogy kicsit szomorú vagyok a tekintetben, hogy beszélünk olyan szerzőkről beszélünk kizárólag Erdélyi Irodalom címén, miközben egyébként vannak olyan szerzők, akik korábban is a kánon részei voltak, esztétikailag szerintem teljesen rendjén való módon, és egyébként ilyen kínos dolgokról sem kell velük kapcsolatban vitatkozni, mondjuk Tamási Áron, Zsida Jenő, vagy akár... Tamási Áronnak elég kínos élete volt szerintem, amikor a Hazafias Népfront elnökségében. Igen, de még azért a műveiben... Az nagyon kellemetlen. A műveiben azért ez... Hát azért az a hazaárulás jó, miközben egyik legnagyobb író. Akkor legyen karácsi. Ilyen bonyolult történelem, látjátok? Most provokáltam, én úgyis Tamási fan vagyok, nem István, tehát hogy ezeket úgy olvasni kellene, és még egy pont ilyen népsoron gondoltam, Bánfi, eszükbe nem jut elővenni, pedig ők is erdélyi írók, és viszonylag nagyon jó. És Bánfi zseniális. Igen, hallja. Azt akartam mondani, csak nem illik bele, és azért abban a Péternek van igaza, hogy a Bánfi azért, hogy mondjam, kritikusan állt a magyar elitnek a Trianon előtt. Nem ezt jutottam. Azért ezt meg van, hogy Karácsony Jenő sem illik bele, ugye, akit állítólag a koncentrációs, vagy a gettó kerítésénél próbálta elkérni a szövegeit. Máig nem tudjuk, hogy miért, de lehet, hogy azért, mert tudta, hogy ezeket meg kéne menteni. Pista mondja egy végig. Ja, én csak sokan voltunk szerintem, és gondoltuk, hogy úgyis jön mindjárt a flaster. És ugye? Majd én ott beszélek, úgyhogy átadtam a teret. Na jó fej volt. Akkor a Pista jó fej volt. Köszönöm, uraim, hogy itt voltak. És újra volt egy olyan vita, amit érdemes egyébként lefolytatni.